Sok szeretettel köszöntelek benneteket. Remélem, ma is jól vagytok. A napi evangéliumból ezt a mondatrészt szerettem volna ma kiemelni. A világosság a világba jött, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot. Talán egy kis példa ezt a gondolatot, ezt a mondatot még jobban megvilágítja. Egy Donald Miller nevű fiatal ember, egy jó tollú egyébként, egy kis regényt írt, amiben a saját életének egyes epizódját is beleszőtte. Óriási siker lett a könyvvel, 1000, 10000, sőt 100000 példányban is a könyvet sikerült kinyomtatni. És hát a fiatal ember meggazdagodott, és elégedetten mondta, hú, beléptem a világosságba. És ahogy teltek múltak a napok, egyszer csak egy producer érkezett a fiatalemberhez, és mondta, hogy a könyv sikere kapcsán szeretné az ő életét megfilmesíteni. Engedélyt ad-e rá? Persze, megadom az engedélyt. És magában megint mondta, hú, még több világosság gyulladt bennem. Aztán telt múlt az idő, és a forgatókönyvvel megbízott forgatókönyvíró azt mondta, hogy hát nagyon nehéz forgatókönyvet írni ennek a fiatalembernek az életéből, mert semmi érdekességet nem talált benne, és hogyha ez a film elkészül, akkor egy óriási bukás lesz belőle. És hát amikor ezt elmondták a fiatalembernek, akkor hát ő elgondolkodott, és hát azt mondta, hogy ha az én életemből csak egy unalmas csapnivaló filmet lehetne készíteni, akkor tulajdonképpen mi az én életem értelme? És egy kicsit elgondolkodott, aztán leült, és tollat ragadott a kezébe, és megpróbálta leírni, hogyha én forgatókönyvet írnék, ami nem unalmas magamról, akkor milyen életet tudnék megélni, milyen életet tudnék megjeleníteni benne. Nagyon nagy dolog az, ha valaki meg tudja már különböztetni a sötétséget a világosságtól, ha fölismeri, hogy mi a világosság, és aszerint próbálja az életét rendezni. És nem csillogás, hanem valóban világosság mellett tud dönteni. Ez sem könnyű azért. Kedves testvéreim, Krisztus bennünket a világ világosságára hívott meg, megmutatta magát. Erre a fényre kívánom, hogy mi magunk is rátaláljunk a mai napon. I'm born again, I feel free, no longer alone. A bright light is a shining and shows me a world that I own. I can see my way through. I know I will walk beside you. All of those prayers of mine weren't in vain. I'm born again.